napot kívánok! Jó napot kívánok! Ha én a szép hangot van, zenk az egész terem, ebből lesz az igazi jó nótázás. Csipos Mihály zenekar vezető köszöntötte a Ménfőcsanaki Petőfi iskola alsó tagozatosait az intézmény tornatermében. Rendhagyó énekórát tartott ugyanis a muzsikás együttes kedden a fiataloknak. Legutóbb majdnem 5 évvel ezelőtt járt a legendás formáció a városrészben, akkor is emlékezetes produkcióval készültek, és a céljuk azóta sem változott. Gyakorlatilag ugyanaz, benne tartozik abba a projektbe, amit 15 éve elkezdtünk, hogy járjuk Magyarország iskoláit, és ennek a fiatal fogékony korosztálynak egy zenei élményt adjunk. Mennyire sikerül megadni nekik ezt a zenei élményt? Mik a visszajelzések, tapasztalatok az elmúlt éveket illetően? Én azt hiszem, hogy még nem volt olyan, hogy ne tudtuk volna. Van tapasztalatunk is, hát meg ez egy nyitott korosztály, csak meg kell találni a kulcsot hozzájuk, és a zene az egy nagyon jó kulcs. Zengett a tornaterem a gyerkőcök énekétől, a legismertebb népdalokat teli torokból dalolták a fiatalok, a zenészek pedig lelkesen kísérték őket, tették ezt kerek évfordulójuk évében, hiszen idén ünnepli 50. születésnapját a muzsikás. Azon túl, hogy mi járjuk az országot, és ezért a MOL Új Európa Alapítványnak köszönjük, mert most 75 ilyen koncertre adott támogatást, hogy hát 50 éves a muzsikás, ami azért az ember nem is akarja elhinni, hogy 50 évvel ezelőtt kezdtük, és hát nagyon sok minden történt az 50 év alatt, és most egy ilyen ünnepi évet próbálunk összeszervezni, ahol bemutatjuk a főállomásokat, nagy koncerteken, kiállítások, beszélgetések, és az egyik a legközelebbi, az az április 10-én a Művészetek Palotájában lesz egy nagy muzsikás nap, ahol rengeteg vendéggel, és nem csak a színpadon, hanem az előtérben is levő zenékkel fogadjuk azokat, akik olyan szerencsések, hogy megvan a jegyük, mert akiknek nincs, annak már sajnos nem lesz. Fiatalon tart a zene? Hát nézd rám, 70 éves elmúltam, szerintem azért a lelket, igen, a testet az sajnos nem nagyon lehet konzerválni. Nem csak a muzsikás együttes ünnepel kerek évfordulót idén, a Petőfi iskolának több szempontból is fontos esztendő a 2023-as. Az intézmény vezetője méltatta a zenekar tevékenységét, és beszámolt az iskola jubileumáról. Végtelenül nagy öröm számunkra, hogy ismét ellátogattak hozzánk, nagy meglepetés is volt. Azt hiszem az elmúlt covidos időszak után, amikor a közösségi rendezvények száma minimálisra redukálódott, óriási nagy dolog, hogy a gyerekek egyfajta zenei élményben részesülhetnek, különösen, hogy ez a magyar népzenéről, legértékesebb kincseinkről szól. Én bízom benne, hogy hangulatjavító, közösségépítő, közösség megtartó, és még egy fontos gondolatot hagy mondjak. 50 éves a muzsikás együttes, és mi is 50 évvel ezelőtt vettük fel iskolánk névadójának, Petőfi Sándornak a nevét, úgyhogy ez az ünnepség sorozatnak egy kiemelkedő eseménye. Igaz, nagyra nőtt egy kicsikét. Na hát, de ennek nem csak ez a különlegessége, hogy ilyen szép nagy, hanem annyiban mondjuk megegyezik minden más fúriával, hogy itt a végén van egy síp. Belefújok, keletkezik egy hang, itt vannak ezek a játszólyukak, itt villegtetem az ujjaimat, ha szerencsém van, akkor egy dallam keletkezik. Nem csak zenéltek a zenészek, hangszerbemutatókkal, legendás történetekkel színesítették a rendhagyó énekzene órát. A zenei élményhez jutás, az éneklés, a zenetanulás, a zene befogadásának képessége ugyanis jótékony hatású, nem csupán az általános műveltségi szint emeléséhez, hanem a testi-lelki harmóniához is.